Sziasztok, kedves nézők! Köszöntelek benneteket, az M3 Autóparma vagyunk. Concertól egy Opelt mutatunk nektek, ami 1998-as, 1.6-os benzines autó. Látjátok, nincs kokva rajta semmi. A váltóján sincs, és ez egy automata váltó, mint látjátok. Egy automata váltós autót nézünk, de nézegetjük még itt a füzetét, a szervizfüzetét az autónak. Látszik, hogy foglalkoztak vele komolyan. Feri, Petti és Concertól együtt böngésztük át ezeket a dolgokat, és már egy indítás után láthatjátok, hogy minden rendben van vele, elalszik a légzsák, elalszik az ABS, és szépen veszi a fordulatot ez a kis 1.6-os motor. Egy soros motor van benne, ugye, ami 8 szelepes, nem a 16 szelepes verzió, egy igen tartós darab. Tükrök, ablakok elektromosak, elől ugye, és 4 légzsákos állítható kormány és üléslap magassággal rendelkezik. Azt mondja, hogy hátul könyöktámasz, fejtámla, innen jobban látszik a légzsák. Nagyon szép zöld színű, zöld metál, jó állapotú gumi van rajta, és ugye 5 ajtós autó. Kinyitjuk a hátulját is, megvan a kalaptartója, van hátul sízsák, ki tudjátok nyitni, bele lehet dugni hátra a létszet végig. Mindkét oldalán nagyon szép, mutatós, nincs összetörve, nincs összehorpasztva, és nincs rajta semmilyen komolyabb olyan dolog, ami szembetűnő lenne. Az autó üvegezése is épp, és a lámpatestek is jól mutatnak benne, nincsen megsárgulva. Na, még megpróbáljuk kinyitni. Sikerült, jó az aksi, tiszta a tartály, és csendesen jár a moci benne. Azt gondolom, hogy ha bejöttök és ezt megveszitek, akkor jó vásárt fogtok csinálni. Legyen így. Köszönöm, hogy itt voltatok. A viszontlátásra.